Atyánk, hálás a szívünk az édesanyákért, a nagymamákért. Köszönjük, hogy bevontad őket a teremtés tervébe. Köszönjük életük áldozatát, szeretetét, gondoskodását. Köszönjük, hogy te tőled meríthették ehhez az erőt. Köszönjük a példaadásukat. Köszönjük nekik, hogy imára kulcsolták először a kezünket. Köszönjük, hogy nem csak testünkről gondoskodtak, a finom ételekről, hanem lelkünkről is. Figyelmeztettek bennünket, te rád, Atyánk, és a te szerelmes fiadra, Jézus Krisztusra, aki értünk odaadta a kereszten magát. Köszönjük, hogy ebből az áldozatból ők is megújultak életükben. Köszönjük, hogy ez a megújulás ma is adott nekünk. Urunk, légy a mai délután is mi velünk. Áld meg a közösséget, a szolgálatokat, és adj, hogy felfrissült lélekkel, szabad örömmel tudjunk megerősödött szívvel járni tovább azon az úton, amely te feléd vezet. Amen. Szeretettel köszöntöm vasárnap délutáni istentiszteletünket, kön a testvéreket, anyák napi istentiszteleten. Atyám, a mennyekben folyvást vigyázz rám, énekeljük a 287-es éneket. Thank you.
Nyissuk meg a Szentírás Isten igéjét, és olvassuk együtt Isten üzenetét. A példabeszédek könyvéből a 23. fejezet 22. versétől a 25. versig. Tehát fennállva hallgassa a gyülekezet. Példabeszédek könyve 23. fejezet 22. verstől egészen a 25. versig. Az igeolvasás után majd Szekrényes Zsolt testvért kérem imádságra. Hallgass apádra, ő nemzett téged, és nevesd meg anyádat, ha megöregszik. Vedd meg, és ne add el az igazságot, a bölcsességet, az intést és az értelmet. Vígan örvendezik az igaznak az apja, és aki bölcset nemzett, örül annak. Örüljön apád és anyád, vígadjon, aki szült téged. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg fejünket imádságra. Hálát adunk ezért az újabb alkalomért, amikor ezen a helyen együtt lehetünk. Áldásodért szeretnénk most imádkozni. Kérlek, áld meg gyermekeinket, áld meg az ő szolgálatukat. Kérlek, Istenem, áld meg az ige szóló testvérünket, és ami a legfontosabb, Istenem, kérlek, áldjál meg bennünket a te jelenléteddel. Amen. Köszöntőket fogunk hallani, az első csokrot a kis csoport fogja elmondani nekünk, és utána király Eszter fog fuvolázni. És odaadom néked. Nem kívánok én érette egyebet, csak az édesanyámat, a jóisten tartsa meg. Édesanyám, úgy szeretlek téged, ha velem vagyok. Én úgy szeretlek, szívem ilyen hülyen őrzöm, szereteted fényét. Értem, hogy vigasztaltál, hentél a bajban, álmodoztam karjaidkat, és hittem igaz bőr szabadban. Anyu, te vagy az én kincsem, nálad drágább bizony nincsen. Még sokáig nekem. Anyu, téged. Reg.
reggel, mikor nyitom szemem, téged keres tekintetem. Hozzád bújok, átölellek, anyucikám, úgy szeretlek. Te vagy a családunk fénye, mindenkinek jó tündére. Azt kívánom én ma neked, legyen boldog minden heted. Ott jó igazán, a nagymamának sok keze van, de ez igazán. Az egyik kezével főz, a másikkal mosogat, ahol amik a fejemet egy tudott borogat. Anyám a jó Isten, köszönjük szépen. A kisgyermekek nagy szívéből kaptunk túlcsordulót, és most a középső csoportnak a szintén nagy szívéből köszöntést, és majd utána a gyermekének csokrot hallgatjuk. Kedves gyülekezet, most megmutatjuk, hogy a Bibliában milyenek az édesanyák.
Lea Jákob kevésbé szeretett felesége volt, aki sok megaláztatást élt át. Hiába nem szerették annyira, Isten mégis megáldotta. 7 gyermeket hozott a világra, aki később a 12 kánaáni törzs alapítói lettek. Lea Isten előtt áldott életű asszony volt. Egy embernek lehet felesége, de anya egy van, akit szeretni kell. Az, hogy Isten számára semmi sem lehetetlen, erre Sára történet egy jó példa. Ábrahám felesége, az idős asszony nem hitte, hogy fia születhet, mégis megszületett Izsák. Annak ellenére, hogy Isten Izsáknak ígérte az áldást, Sára igyekezett mindent megtenni azért, hogy fiából nagy ember váljék. Ha anya vagy, akkor sohasem maradsz egyedül a gondolataidban. Egy anya kétszer gondolkozik, egyszer magáért, egyszer a gyerekeért. Anna gyermektelen volt, ami akkoriban szégyent jelentett. Ezért nagyon sokáig türelmesen Istenhez imádkozott gyermekét. Isten megajándékozta őt egy fiúval, Sámuellel. Hiába volt az első gyermeke, Isten szolgálatába ajánlott a fiát, és énekkel dicsőítette az Urat ezért az ajándékért. Csak add meg édesanyukádat százszor, szaríts kezét jól, bárhová vezet. Szívből szeretnek tégedet talán máshol is, legjobban mégis anyukát szeret. Mózes édesanyja finom érzelmű bátor nő volt, aki szembeszállt a fáraó rendeletével, hogy megmentse fia életét. Mózes ezeket a jellemvonásokat követve hátat fordított az uralkodói palotának, és vállalta a nyomort, hogy beteljesítse Isten akaratát, és kivezesse népét Egyiptomból. Anya csak nő lehet, ez az ő kiváltsága, az ő hivatása a legszebb és a legnehezebb. A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, állandó figyelmet kér, szeretetet kér, vár, követel, ám mégis szép, mert csak ő ismeri a titkot, az anyai szív titkát, hogy miként válik egy új élet önálló emberré. Mária az angyali üdvözlet után és anyasága elfogadása után a megkövezést kockáztatta, hiszen házasságon kívül esett teherbe. Ezért kénytelen volt végignézni gyermek a lassú kín halálát. Akár hívők vagyunk, akár nem, Mária élete példa a gyönyörű anyai életre. A fának nem fáj, ha letörik a virágát, ó, de az anyai szívet a fájdalomból gyúrta a teremtő. Kedves anyukák és nagymamák, most megmutatjuk, hogy milyennek látunk titeket. Kedves Süti, kedvesnek, jó szívűnek, okosnak, szeretőnek, szépnek, erősnek és kitartónak. Aranyosnak, kedvesnek, segítőkésznek. Kedvesnek, segítőkésznek és vigasztalónak. Egy jókedvű, gondoskodó és nagyon szimpatikus. Szép, kedves, okos, ügyes. Kedves, jó szívű,
segítőkész, aranyos, kedves, segítőkész. Kedvesnek, okosnak, ügyesnek, szeretőnek, nagyon sok embert szeret. Aggódó, szorgalmas, türelmes, okos. Magabiztos, kedvesnek és önfeláldozónak látom. Megöl. Hogyha megbüntet, megérdemli. Néha. Ő reggel főz, csinál nekem kakaót, bepakol néha a táskámba, ha elfelejtem. Ő kiegyezi a töltelatomba a ceruzát, csomagol nekem uzsonnára ennivalót, és reggel kihozza nekem a ruhákat. Ha elesek fel, segít, ha valami baj van, akkor segít, elvisz vásárolni, meg moziba. Hogyha színnap omlás sűt tortát, ha beteg vagyok, otthon marad velem. Tudjuk fel, hogy néha csinálok. Én nem, az ágyamat nem takartam be, akkor ő mindig betakarja. Hát szóval mindig hát segít nekem, hogy nem tudom. Ezt lehet még a világ összes percére sem tudnám ezt elmondani. Onnan, mert a szünnapomon mindig ilyen legváros tekercset készít. Szán ránk időt, és csak utána csinálja meg a munkáját, és a világért se van nem. Kimossa a ruháimat, segít a háziban, főzünk fel palacsintát, gofrit és paradicsomlevest. Eljövődtem a iskolába, megcsinálja meg a ruhámat. Félt engem, törődik velem, játszik velem. Néha-néha biliárdozunk. Onnan, hogyha hegyet mászni megyünk, akkor a meredek részekre nem engedi, hogy hogy oda menjek. Ellátja az egész családot. Sok mindenre megtanít. Ha a másodjára szól rám, és még akkor sem megyek, akkor is nyugodt marad. Mikor átmennék az úton, mikor látom, hogy zöld a lámpa, akkor szól nekem, hogy mi nézzünk körül, hogy maga biztosan átmenjünk. Szeretlek, anya. 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 Szeretlek, mama. Szeretlek, anya. Most hogy állunk?
Köszönjük szépen. És most a nagy csoport köszöntését hallgatjuk, és utána a fiatalok zenei szolgálatát. Irányít a hideg ragyogása, mint az édesanyja szelíd mosolygása. Senkinek sem lehet olyan drága gyöngye, mint az édesanyja értünk hulló könnye. Mint az édesanyánk féltő óvó karja, mely testünket, lelkünket védőn betakarja. A természet, mint fénylik feléd, villog a napfény nevet a rét. Már minden ágból kitört a rügy, minden bokorból ez ennyi fügy, s árad a szívből örömgyönyör, ó kedv, vidámság, ó nap, ó föld. Ki kelet itt vagy, ilyen korán, újra vidíthat fény, sűrű ány. Ég tüze, friss kék, bérszagyogó, halnyozsög ismét, aranyató. Lom köze tarka szánsuhagás, mennyei karda, zeng, fuvaláz. Nyílik a bimbó a nap elé, zümmög a ringó, szírban a mély. Mozdulat, illat, kél, remegő, izgat és altat a levegő. Újra mi lobban, rezzen a szél, s bár a bokorban már is alél. Láng üti, boldog tűz szívem, oszd meg e sok jót, anya, oszd meg velem. Minden hirdeti, jössz, ha fel kell a tündőn lő nap, jössz te hamar, tudom én, hogyha a kertbe kilépsz, lilium közt új lilium vagy, és rózsája, rózsák rózsája, az is. Hogyha a táncba forogsz, megpördül csillagok ezre, minden te feléd, te veled. Éj, hagyj jöjjön az éj, hisz túl ragyogott te a hold szép ragyogó, hívogató sugarát. Szép vagy hívogató, s virág, meg a hold, meg a csillag, napként téged imád. Az anyák halhatatlanok, csak testet, arcot, alakot váltanak. Egyetlen halott sincs közülük, fiatalok, mint az idő. Újra születnek minden gyermekkel, és megöletnek minden halottal. Harmadnapra feltámadnak, mire virradna. Adasték nékik gyönyörség! Adasték nékik gyönyörség! Termő ékeság, te jó anya, életemnek első asszonya. Nagy meleg virágágy, párnahely, hajnal harmatával telt kehely. Benned kaptam első fészkemet, szívem a szíveddel lüktetett. Én, s nem én közt nem volt mesgyehegy, benned a világgal voltam egy. Álmom öbleidbe újra visszatér, álmom öbleidbe újra visszatér. Alabásrom bálvány, jó anya, életemnek hatalmas asszonya. Szemed ízisz, smaragd dísze, tiszta szép, hajad pallasz, bronz sisakja, színe épp. Csak arcodon lett keményebb minden ány, mint délutáni égen vércseszárny. Első szép játékom, te jó anya, gyermekségem gazdag asszonya. A kamaszkor tőled elkuszált, szemed szemembe nem talált. Így tűnődtem, miért szült, miért szeret. Ha örökre élni nem lehet. Én miattam annyi mindent, öltemet, miért nem tett a hóba inkább engemet. A kamaszkor tőled elkuszált, férfi szívem újra rád talált. Férfi szívem, szívedre rátalált, megköszönöm most az életet. Á.
Álmom karjaidba visszatér. Álmom karjaidba visszatér. Erős ház, szép zászló, jó anya. Sorsomnak nyugalmas asszonya. Korhogy szíd az édesanyám. Azt kérdi, miért lettem bogány. Újjával kedvesen fenyeget, hogy az Isten megver engemet. Stornyosít nyomós érvet érve, szapulná lelkem hófehérre. Oly egyszerűen mosa köténykéjét a zöld lavorban, pedig tudja már, hogy hiába ördög bújhatott a fiába, s keze, mint madár, fényes gajra, hajamra száll és simogatja, mert tudja, én őt hogy imádom, hogy új hit az én pogánságom. S várnám e hitem vers imája, visz az örökké valóságba. Szívéről jöttem a világra, testéből öltöttem testet, mint termőfának virága. Virágba gyümölcsnek értem, gyümölcsnevelő gyümölcskertjében, a kicsi palántából lombos fába lettem, áldja meg az Isten. Szeretet, megbecsülés hága, a hála, szívemnek fakasztott virágok ága, csokrokat kötök belőle, csokrokat anyámnak. Áradoznak emlékedve nagy jóságodra, és örvendeznek igazságodnak. 145. Zsoltár, 7. vers. Minden nap áldalak téged, dicsérem neved. 145. Zsoltár, 2. vers. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. 128. Zsoltárok, 1. vers. Áldjon meg téged a Sióról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. 134. Zsoltár, 3. vers. Vesd az Úr a terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon ez igaz. 55. Zsoltár, 23. vers. Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. 37. Zsoltár, 4. vers. Hallgass miam, akár egy bőségre, és ne hagyd el anyád tanítását, mert ékes kuszó ez a fejedben, és égszörnyet adom. Példabeszédek első rész, 89. vers. Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár, 23. vers. Fiatalok zenei szolgálatát halljuk.
Kedves testvérek, 30 éves elmúltam, amikor jogosítványt szereztem, hogy miért, azt utána szívesen elmondom, de ezzel most nem töltöm az időt. Fölkészültem a KRESZ-tesztre, nem tudom, így hívják-e ma még, és átmentem rajta rögtön, tehát átmentem rögtön elsőnek. És aztán következett a rutin vizsga, akkor megbuktam. És decemberre volt kitűzve a forgalmi az éles helyzetben, és mivel karácsonykor már szándékoztunk menni közösséggel valahová, ahol én szerettem volna vezetni, ezért mindenképpen össze szerettem volna szedni magamat. Ezért megkértem Áront, egy tanártársamat is egy közösségben voltunk, aki egy nagyon higgadt és nagyon bölcs vezető volt, hogy ugyan segítsél már, hogy sikerüljön a vizsgám. És vasárnap ebéd után, amikor mindenki alszik és nincs forgalom, akkor megállapodtunk, hogy lemegyek én is az udvarra, és kimegyünk vezetni. És le is mentem az udvarra, és azt látom, hogy Áron már bent ül a kocsiban, de a kocsinak nem a bal oldalán, hanem a jobb oldalán. És kinyitja az ajtót, és kezembe adja a kulcsot. És mondja, hogy üljek be, és én fogok innen kimenni az udvarból. Vegyes érzések voltak bennem. Egyfelől meglepett az a bizalom, ahogyan megkaptam a kulcsot. Ahogy az Áron eldöntötte, mert hogy ez döntéshozás kérdése, hogy odaadom a kulcsot, és a kulccsal együtt egy kicsit rád is bízom az életemet. És hát veszélyeket rejt magában, aki mellém ül. Szóval azt gondoltam, hogy tényleg ez a nagy bizalom, ez egy óriási ajándék. A bizalom mindig ajándék. És amikor beleültem a kocsiba, akkor nem az fogott el, hogy végre nálam van a slusszkulcs, és nyomogathatom a pedálokat, és húzgálhatom a kormányt, mert akkor ki sem mentem volna az udvaron. Drága testvéreim, amikor felelősséget kapunk, amikor megkapjuk az életünkre vonatkozó slusszkulcsot, akkor nem csak bizalmat kapunk, hanem egy rendbe illeszkedünk bele, amelyben a bizalom egyáltalán értelmet nyer. Én ki sem tudtam volna menni a kapun, hogyha nem összerendezett mozgással, hát többé-kevésbé az volt, irányítottam volna az autómat a kapun kívülre, és kigurultam a kapun, és ismét csak egy törvényrendszerbe léptem, mert a KRESZ szabályait be kellett tartanom. Drága testvéreim, amikor mi megszületünk, akkor hihetetlen bizalmat kapunk az Istentől. Nem is tudjuk ezt felfogni. Ez a bizalom majdnem úgy szól, hogy itt az életed slusszkulcsa. Itt van a kocsi, és üljél be. És a Biblia történetéből ismerjük azt, hogy mi aztán nekiíramodtunk nagyon. És mentünk ide-oda. És amikor már megtanultuk nagyjából az utakat, akkor nagyjából pont fordítva más útra mentünk, mint amelyet Isten nekünk szánt volna. Drága testvéreim, ma szeretnék beszélni egy picit a bizalomról, és arról a rendről, amelyben otthonra talál ez a bizalom, és amelyben növekedni tud, és aztán arról az áldott közösségről, amely a bizalom által születik, és a rendben megtalálja magát. Amikor a Biblia első lapjait nézzük, és az emberrel kapcsolatban olvasunk néhány sort, ezt olvassuk. Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És megszületünk. És elkezdjük a mi életünket. És amikor a Bibliából ezt olvasom, akkor arról is hallok, hogy igazából ez a fajta lehetőség, amit kapunk az élettel, ez egy óriási ajándék. Miért? Azért, mert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Testvérem, a bizalomat úgy tudom elképzelni, mint egy erőteret, amit általános iskolában néztünk, hogy egy mágnes fölé, ugye oda teszünk egy papírt,
De ezt az erőteret mi nem tudjuk érzékelni. Kell ahhoz a kis vaspor, vasreszelék, ami érzékeny a bizalomra, a vonzásra, és beáll a bizalom erőterébe. Ha én homokot szórnék oda, vagy műanyagport, az érzéketlen erre. De mi az Isten képiségünk által, azáltal, hogy Isten úgy teremtett minket, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtett, bennünk van a mágnes, másik része. És lehetőségünk van arra, hogy Isten bizalmas erőterében, az ő szeretetében otthonra lejjünk. És a sátán ezt az Isten képiséget akarja leárnyékolni. Azt szeretné, hogy a bizalom megszakadjon és megtörjön. És a bizalom a kapcsolatokban, a bizalom ővele ne találjon teljesen otthonra. Olyan szép az, amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy nem jó az embernek egyedül. És az is kiderül csakhamar, hogy minket kapcsolatra teremtett az Úristen. És ez a kapcsolat, amelyre teremtett, ez a bizalom erőterében növekszik, erősödik. Egy pár dolgot szeretnék azzal kapcsolatban mondani, hogy a bizalom iskolájában, amely egyfelől Istennel kapcsolatban a hitünk, másfelől pedig az emberekkel kapcsolatban, ugye édesanyánk révén tanuljuk szinte azt a nagy bizalmat, amit aztán meg tudunk osztani, mert mi úgy vagyunk megteremtve, hogy bizalomra vágyunk, és szeretnénk, hogyha meg tudnánk osztani a bizalmat. Csak hogy erre a bűnbeesés óta óriási kudarcaink vannak. Drága testvéreim, a bizalom borzasztó nehezen születik, hosszú idő kell hozzá. Nagyon törékeny jószág, és ha eltört, nehezen gyógyul. Emberileg talán lehetetlen. De ami embernek lehetetlen, azt Isten helyre tudja állítani. És pár szempontot szeretnék azzal kapcsolatban, hogy hogyan tud bennünk növekedni ez a bizalom, mi az, ami tulajdonképpen nevelhet bennünket erre a bizalomra. Az első rögtön az Áronnal kapcsolatban, hogy odaadta a kulcsot. Aki bizalmot, akiben megmozdul a bizalom, mert hogy Isten engem is megszólított erre a világra, ideültetett, ezt a kincset adta, szeretné megosztani a bizalmat. De a bizalom nincs ingyen. A bizalomhoz az kell, hogy átadjam egy nagy mozdulattal az életemnek a slusszkulcsát. És hogyha eddig én össze-vissza csatangoltam a világban, mert bűneimbe voltam, és megjön az az áldott pillanat, hogy nincs értelme így tovább élni. Behúzom a kéziféket, kiszállok a kocsiból, és azt mondom, Uram, itt a slusszkulcs, vedd át, mert eddig én csak bajt okoztam, másnak is, magamnak is. Akkor olyan szép, hogy az Úristen a megtért lelket nem azt mondja, hogy majd én beülök és helyettet fogok vezetni, hanem azt mondja, most már új ember vagy, ülj vissza oda, ahol eddig ültél, de engedd, hogy én is beüljek melléd. Nincs kockázat nélkül a bizalom, de az is igaz, hogy egyikünk sem növekszik úgy, hogy valami vakmerő bizalmat kap a másiktól. Azért, amikor az Áron beült oda mellém, azért tudta, hogy én nem össze-vissza fogom nyomkodni a pedált. Amikor egy kis gyerek, kislány, aki ott van a konyhában édesanyjával, kotor kavar, és látja az édesanyja, hogy egész szépen tudja már a rántást kavarni. Akkor azt mondja, tudod mit, itt egy sámli, álljál föl, most kavard, ez lesz a vasárnapi ebéd. És amikor látja, hogy jó kavarja, akkor azt mondja neki, megdicséri, és azt mondja neki, na jó van, akkor ezt meg tudtad csinálni, akkor most már többet kérek tőled. Jutalmazza a nagyobb felelősséggel azt a bizalmat, amiből ő gyümölcsöt szerzett. És így tudunk növekedni valamennyien. És nem először azt bízza rá, hogy megcsinálja a vasárnapi ebédet, hanem fokról fokra vezet be bennünket, hogy tényleg
a saját életünket, amelyet ajándékként kaptunk, valóban szerinte az ő erőterében tudjuk leélni. Drága testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus így nevelte az apostolokat. És nem csak elvette ezt a bizalmat az atyától, hanem a bizalmat mindig meg is köszönte. Vagyis nem csak arra buzdított bennünket, hogy mi higgyünk, kapaszkodjunk erősen belé, hanem arra is, hogy szavakba öntsük azt, köszönöm Uram, a bizalmat, hogy egyáltalán élhetek. Köszönöm neked, hogy adsz erőt a hétköznapokban fölhasználni azt, hogy édesanya lehetek, vagy édesapa. És hogy gyermekeket bíztál ránk. És ezzel a csodával, a bizalom erőterében, a szép Isten adta rend erőterében áldott kapcsolat mérjül szülő és gyermek között, és miközben hálát ad, imádkoz a gyermek, mert összekulcsolják a kezét, Isten és ember között is. Amikor Jézus föltámasztja Lázárt, akkor nem azzal kezdi, hogy oda megy, aztán azt mondja, hogy gyere ki, Lázár. Hanem azzal kezdi, hogy hálát adok neked, atyám. Még meg sem történt a föltámadás, a föltámasztás. Hogy ezt a megelőlegzett hálát el tudjuk-e tanulni az Istentől, és az édesanyák, akik még meg sem született a gyermek, és már hálás azért, hogy van, meg tudjuk-e tanulni a megelőlegezett bizalmat és a megelőlegzett hálát. Mert hogyha ezeket az Istentől ellessük, akkor nem csak azzal az ős nagy bizalommal ajándékoz meg bennünket, hogy van jövőd, hanem azzal az erőforrással is, amellyel ezt a jövőt vele együtt, ő benne építeni tudjuk. Drága testvérem, egy utolsó gondolat, hogy az az érdekes, hogy amikor az Áronnal kiszálltunk az autóból, valamit mondott nekem az Áron. Azt mondta az Áron, hogy tudod, hogy ezt nagyon sokáig gondolkoztam, hogy ezt megcsináljam-e. És az a jó benne, hogy amikor én kiszálltam a kocsiból, mert volt olyan út, ahol megszámoltam a fogaskerekeket. Azt hiszem, hogy egyesbe tettem a hármas helyet. Most, tehát autószerelő, tehát akkor behúzhatta volna a kéziféket, és azt mondja, ennyi volt, Laci, állj föl, menj ki, majd aztán valakit keres. De amikor nem sikerült, és a bizalma csődöt mondott, mert én balkezes és ballábas voltam, nem azt mondta, hogy vége, hanem hogy van tovább. Mert a bizalom mindig azt mondja, hogy van tovább. És Istennél mindig van tovább. És Isten mindig az örök élet, ezért annyira van tovább, hogy aztán a végtelenig van tovább. Van-e ennyi erőnk a megbocsátásra? Mert ezt csak Istentől lehet kapni. És befejezem azt a gondolatot, közben megjött az autószerelő is, mert kérdezni akartam tőle valamit, hogy amikor az Áron kiszállt, akkor azt osztotta meg velem, hogy ő, aki bizalommal odaadta a slusszkulcsot, az ő bizalma is elkezdett még jobban megnövekedni. Testvérek, így van ez, a bizalom befektetés, amely által annak is a bizalma megerősödik, aki megajándékozott bennünket bizalommal. Az Isten bizalma nem erősödik meg, mert neki végtelen van. Van-e még muníciónk, tasakunkban, tarsolyunkban bizalom, amikor már mindennek emberileg vége, ez a hitünknek a nyitja. Mert amikor már mindenki bűnös volt, és még egyikünk sem tudta, hogy kicsoda az a Krisztus, na a Krisztus akkor halt meg, érted? És értem. Oly bizalommal, ahogy csak Isten tud, majdnem vakmerően bízni a bűnös emberben, de mégsem vakmerően, mert Szent Lelkét elküldi, hogy a bizalmunk megerősödjön
és újjá teremtse a mi bizalmunkat. Hálás vagyok, hogy megtanultam vezetni, de nem azért, de azért is, Ildi, mert hogy tudunk jönni, menni, hanem azért is, mert megtanultam valamit a bizalomból. A kisgyermek, ahogy odadobja magát az édesanya, édesapa ölébe, és biztos, hogy el fogja kapni az édesanya, édesapa, ezt a fajta biztonságot már felnőtt fejjel is tanulni kell. Isten mindig ott van hálójával, hogy elkapjon. Ha Isten ölébe szeretnénk esni, van jövő, van bizalom az Istennél, van bűnbocsánat, és van az a közösség, amelyet szem nem láthat, emberi szív föl nem foghat, hanem Isten azoknak készíti, akik őt bizalommal szeretik. Amen. Most álljunk föl, és énekeljünk hálából Istennek, a 154-es számú énekünket énekeljük. Szívből köszönöm, Uram, 154-es ének. Foglaljunk helyet, és most a felnőttek szolgálatát hallgatjuk. Mikó Csabáné mond verset, majd az énekkar szolgálatát hallgatjuk. Petőfi Sándor, Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is, kedves, szépet neki, midőn a bölcsöm ringatá, a karját terjeszti ki. S jutott eszemben szántalam szebbnél szebb gondolat, s még állni látszik az idő, már a szekész alatt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fám. Thank you.
Halász Levente, majd Kovács Lászlóné versszolgálatát halljuk, és utána ismét az énekkar szolgálatát. Édes jó anyám! Édes jó anyám, tudod, hogy hálás, szerető gyermeked vagyok, és hogy most megszólalok, remegve jő ajkamra a szó, mert a mai nap olyan megkapó. Ha melegekben süt a nap az égen, mégiscsak a te szereteted sugarát érzem. Míg szívből ömlik rám, köszönöm ezt néked, anyám. Áldott legyen minden lépted, imáimban fohászkodom érted. Anyám, hogy életedben gond ne essen, a jó Isten erőben, boldogságban sokáig éltessen. Turmezei Erzsébet, a hatos. Repültem, az öröm szárnya vitt. Gyerekek, gyerekek, kaptam valamit. Édesanyám úgy adta én nekem. Végy, amit akarsz rajta, gyermekem. Kitaláljátok, egy ezüst hatos. Elrejtöztünk hamar az illatos jázminbokrok közé, csodálva nézték, ámuló szemek. Most mit vegyek? Babát, egy kék szeműt? Olyan van nekem, s azt látni mindenütt. De én egy olyan csodaszépet láttam ám, csak nekem lenne egy ilyen babám. Aranyhajú, bíborba öltözött, talán királynő a babák között. Én krumplicukrot vennék, nem babát, vélekedik a másik barát. Annyit kapnék a boltos bácsitól. A harmadik is lelkendezve szól, léggömböt, pirossat, zsiráfossat. A negyedik is más tanácsot ad. Ennyi tanáccsal mit kezdjen a szív? Édesanyám már vacsorára hív. Talán megálmodom, mi is volna jó. Mit is mondott Pista? Gőzhajó. Hisz a folyóra úgysem mehetek játszani, mint a többi gyerek. Léggömb, az elszáll, s akkor mi marad? Cukor, azt megennénk egy nap alatt. Mi bajod, gyermek? Kérdi édesapám. Nem eszel, nem szólsz, beteg vagy talán? A fejem rázom, s csak hallgatok, csatáznak bennem a gondolatok. Éjjeli álmom is mi volna más, ilyen nap után, mint a folytatás. S mint akinek a gondja, baja sok, felébredek, mikor a kakasok, magam az ágyban hányom és vetem, fénylő kincsemet megnézegetem. Titokzatosan csillog és ragyog, ezer-ezer lehetőség vagyok. Új nap virrad, központja a hatos, de ez a nap már nagyon bánatos, amit szeretnék, arra épp kevés, csalódás, harag és veszekedés. Sírok, édesanyám karjába von, mi fáj, miért sírsz, mi bántolj nagyon? S mikor már mindent elpanaszolok, megértően, szelíden mosolyog, megsímogat, tudod mit, gyermekem? Add vissza az ezüst hatost nekem. Veszek rajta neked, ami jó neked. Töröld le szemedről a könnyeket. Előkutatja gyorsan két kezem, hogy mi az a jó, már nem is kérdezem. Hozzátapadt örömöm, bánatom,
Igen, visszaadom, visszaadom. Sugárzó arccal látnak újra kint. Nos, mi újság, mi történt? Hol a hatos? Mit vettél rajta? Jó helyen van, nincs már miatta gond. Megint játszom, és megint nevetek, és mélyen alszom, mint a gyerekek. Nem hordok gondokat, mint a nagyok. Szívem könnyű, megint gyermek vagyok. Ezüst hatos, ó élet, életem, valaki téged így adott nekem. Te is az voltál, szép ezüst hatos, új, ragyogó, fénylő, titokzatos, melyhez ezer, ezer lehetőség tapadt, s versenyre hívta mind a vágyakat. Milyen jó, hogy nincs már közöm veled, atyám kezébe visszatettelek, s mosolyoghatok, ha versengő vágy, ha von, nekem nem kell többé választanom. Ezüst hatos, te nem vagy már enyém, megint gondtalan gyermek lettem én, ki atyára bízza mindenét, karja vezet, örök kegyelme véd, kegyelme, mely csak jót akar nekem, kezébe tettem én az életem. Ezt az éneket most énekeljük először, ma délbe tudtuk elpróbálni csak, de olyan csodálatos, hogy nem akartuk elhagyni. Fogadják szeretettel. Thank you.
Köszönjük szépen. Ricsovinyi Róbertné Tünde versszolgálatát hallgatjuk, majd látom Lakatos testvért, és a verssel ő is csatlakozhat. Turmezei Erzsébet, első aranymondásom. Az eget rőt színűre festve, tűz volt falunkban akkor este, s amikor másnap reggel jártam ott, láthattam az üszkös romot, s azt olvashattam a kormos falon. Látod, a tűz micsoda hatalom! 5 éves koromban történhetett, este édesanyám lefektetett. Az imádságot elmondtam hibátlan, szememet álomra zártam, de szívem elfogta a félelem. Ha újból tűz támadna hirtelen, reketten kongna a harang megint, s ami szép, kedves, elégne mind. Édesanyám odajött. Miért nem alszol? Aggódva simogatta meg az arcom. Elpanaszoltam, miért remegek. A sötétben talán rossz emberek lopóckodnak, és meggyullad a ház, amikor senki se vigyáz. S édesanyám, most is emlékezem, akkor összekulcsolta a kezem, és az első aranymondásra engem akkor tanított életemben. Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mi az ő oltalmába pihenünk, ő vigyáz ránk minden pillanatban. Ha Isten velünk, mondtam, mondogattam, s nem ijesztett a romok képe sem, s nem sokára aludtam édesen. Azóta már a félvilág is égett, s édesanyám, most is áldalak téged, hogy kezem akkor összetetted, hogy ezt a hitet a szívembe vetetted. Azóta annyi minden porba hult, sok-sok emléket eltemetett a múlt, de átkísér ezernyi változáson az én legelső aranymondásom. Kinyílnak, elhervadnak a virágok, de ez a virág nem hervad el, látod? Édes vigaszával járunk, kelünk, ki ellenünk, ha az Isten velünk. S mit akkor? Meg se köszöntem talán. Most köszönöm néked, édesanyám. Urunk Jézus Krisztus, Istennek fia, könyörülj rajtunk. Amen. Négy sor József Attilától. Édesanyám, egyetlen drága, te szüzesség kinyílt virága, önnön fájdalmad boldogsága. József Attila verse, ajtót nyitok. Ajtót nyitok, meglódul lomhán a főzelék fagyott szaga, és végig csorog a konyhán a karmos tűzhely. A szoba üres, senki 16 éve ennek, mit sosem feledek. Viaszkos vásznú konyhaszékre ülnék, nyafognék, nem lehet. Tudom, hogy anyám eltemették, de nincs, és nyugtalan vagyok. Ezt nem értem. Felnőtt lehetnék, a mosogatótál ragyog. Meg sem érinthettem, nem láttam,
holtában anyám. Ezt nem is írtam, ezt nem értem, hogy most már mindig így lesz ezután. És hogy ne ilyen szomorú legyen. Gyönyörű volt a gyerekek szolgálata. Urunk Jézus mondja, bizony mondom néktek, ha nem úgy veszitek az Istennek országát, semmiképpen nem mentek be abba. Sok verset hallottunk, Petőfi Sándortól is. Hát az egyik testvérnő elmondta a Füstbe ment terv című verset. Én most arra kérném a testvéreket, hogy mondjuk el együtt. Tehát ezt már alsó tagozatban, általános iskolában, gimnáziumban is tanultuk. Sőt, benne van a gimnáziumi szöveggyűjteményben. Ezt Petőfi 1845-ben írta. Akkor mondjuk csak, tehát egész úton hazafelé, azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedvest, szépet neki, midőm mely bölcsöm ringatá, a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, én csüngtem ajkán szótlanul, mint gyümölcs a fán. Az Úr áldja meg az édesanyákat is, a testvéreket is, és együtt építetünk a lélek által Istennek hajlékába. Segítsük és szeretsük egymást, és gyerekek, ti is segítsetek anyának, apának. Köszönjük szépen. Zárásképpen az énekkar szolgálatát hallgatjuk. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet délutáni istentiszteletünk végéhez közeledve. Hirdetéseket szeretném elmondani. A mai nap istentisztelet után az elöljáró testvéreknek lesz alkalom. Hétfőn 15 órakor, tehát délután 5 órakor ima közösség lesz a kisteremben. Ez tehát egy órával később van, mint szokott lenni. Csütörtökön délután 3 órakor lesz a szépkorúaknak a klubja, összejövetele, és 6 órakor istentisztelet lesz majd, amelyen Szlepák Zsolt testvér hirdeti majd az igét. Pénteken a szokásos korosztályos alkalmaink lesznek, vasárnap az egész nap hagyományunk szerinti időpont 9-től kezdődik imaórával, és végződik a délutáni istentisztelettel. Távolabbra tekintve, május 13-án lesz a nyugdíjasok kirándulása, jelentkezni Füri András testvérnél lehet. Május 18-án gyermekbemutatás lesz, örömmel látom az édesanyát is, Palotai Rebeka Boglárka Isten házában lesz, utána gyülekezeti tanácskozás lesz. Délután 16 órakor a Pengetős zenekar monoron fog szolgálni. Május 25-én délután 4 órakor avató istentiszteletünk lesz, és imádságban készülünk június 1-ére vasárnapra, amikor bemerítéssel ünnepeljük Isten irgalmas jóságát. Június 9-én hajókiránduláson vehetünk részt. Azért fontos a mai nap, mert ma utoljára lehet most jelentkezni. Szabó Gyula testvér közben bólogat is, tehát nála lehet jelentkezni és befizetni az ehhez tartozó összeget. Álljunk föl és közösen énekeljük Istenünknek hálás szívvel. Ó Jézus, te csodálatos, győzelmes, hős, egykor és most. 133. énekeljünk közösen. Thank you.
maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Az Úr közel. Foglaljon helyet a gyülekezet.